Először is nagyon örülök ennek a gyönyörű hölgykoszorúnak. Róla mindenki tudja, hogy én nagy hölgypárti vagyok, inkább a hölgyekkel szeretek együtt dolgozni, mint a férfiakkal, de hát ezt Béla nem is hallhatja meg odafönt. A mai napon szerettünk volna kedveskedni a hölgyeknek. Kaptam itt a hölgyektől egy verset, amit azt mondták, hogy úgy gondolják a kollégáim, hogy ezt osszam meg a hölgyekkel. Aranyosi Ervin, tudod, a nő. Egy fényesebb nap, amely csak róla szól. Vajon ki ő? A szíved válaszol. Hogy lénye neked és nekem mit jelent? Ott volt a múltban, betölti a jelent, s jövőt alkotni, lénye inspirál, lüktető fény, egy végtelen spirál, mely születéstől figyeli lényedet, s általa érted csupán a lényeget. Virágkapu, rajta átjutsz e földre, bár más, mint te, meghatároz örökre. Körülvesz, mint egy csillámló patak, a nő csoda, akármit mondanak. Kíséri lépted, legelső indulásod, általa bővül gyermeki tudásod. Érezni, élni csak tőle tanulsz, nélküle csak a végtelenbe húz. Újra és újra belép az életedbe, táplálja a lelked, s tested etetve. Az egész lénye önfeláldozás, állandó mozgás, örök változás. Minden, mi szép a szívnek és a szemnek, most egybegyúrva benne ott lebegnek, s bár elnéző, de mindig mást akar, kit szívén át érinthet csak a kar. Szeretetével ápol, megvigasztal, étellel telik általa az asztal, s mint a madár, úgy épít puha fészket, s mint az őrangyal, úgy óvja az egészet. S ha jó az est, megveti puha ágyad, ha szomjazol rá, csillapítja vágyad. S bár néha kelthet vihart, zivatart, de megnyugszol, ha két karjába tart. Mennyei szépség és olykor gyötrelem, odaadó vagy épp könyörtelen, néha az élet szép harmóniája, s olykor a földi értelem halála. A szerelemnek földi helytartója, az életnek fűszere, tiszta sója, s minden, miért még élni érdemes, tudod, a nő, az mind tökéletes. Mindenkinek boldog nőnapot kívánok!